Az, hogy valaki mezitláb vagy cipőben száll ringben, az mennyiben dönti el a mérkőzés menetét? Hát cipőben itt nem lehet mindet szállni, annyi, hogy a bokavédő az bokasérüléstől óvja általában a versenyzőt, mivel fogvédőn, kesztyűn. Mi történt most? Egy bal köríves rugás volt fejre. Pont ezek a rugások, amiket említettem az előbb, hogy ellépés után kontrából rögtön jön egy ilyen rugás, általában fejmagasságban nagyobb embernél is. Nem túl hiú ábránd egy ilyen felkészült versenyző ellen kiállni a szorítóban? Igazándiból, ha odafigyel az ember, mindenki követel hibát, hogyha nem szabad soha úgy odaállni, hogy azért, mert valaki eddig bajnok volt, vagy megvert ezt-azt, amiatt ugyanolyan esélye lehet bárki. Földre került most Szikszai Miklós. Kunfi Tibor egy rugást tudott bevinni fejre. Ez egy sípcsonttal történő rugás volt fejre. Valószínűleg hát úgy néz ki, hogy kiszámolják a Tivadar ellenfelét. Meglátjuk. Folytatódik a meccs. Tivadar elmozog, könnyedén játszik, érzi ő is valószínűleg a különbséget. Nem is akar szerintem elfáradni, mert valószínűleg az ő elképzeléseiben is a döntők szerepel. Itt most láthatunk egy váldobást, ami nagyon nem rendítette meg Tivadart. Hopp! Ez egy térdugás volt fejre. Az meg egy fog volt, ami ott kirepült? Fog, vagy fogvédő egy darabja esetleg, de elképzelhető, hogy fog volt. Hát igen, úgy tűnik, hogy Kunfi azért kezdeményező, de mintha az elején egy kicsit vigyázott volna ellenfelére. Pontosan azért, mert talán nem olyan felkészült Szikszai. El is szédül Szikszai ettől az ütéstől. Általában úgy szokott kezdődni, az első fél perc, egy perc, az fölméri az ember, a versenyző, hogy fölméri a versenyzőt. Egy nagyon komikus jelenet zajlódott. Nagyon inkorrekt dolgot láthattunk, mert kiporrult. Tivadar nem tett semmit, és utána visszaütött. Hölgyeim és uraim, és hadd jelentsem be, ami azóta a Speaker szájából már elhangzott. A könnyű súly. Ennek a fordulják a győztesek. Kunkli Tivadar volt.